Nemere István, Hajnal a Trendálon. Felolvassa a hegyesfülű. Első fejezet. Az űrállomás lassan forgott a tengelye körül. Hatalmas, fekete térség vette körül. A végtelent, a benne élők talán sehol nem érzékelhették olyan jól, mint éppen itt. Akármerre vetették, elektromágneses műszerekkel meghosszabbított tekintetüket, az nem találkozott égitestekkel. Pedig kellett valahol azoknak is lenniük, hisz az állomás egy három bolygóból és egy központi csallagból álló kis naprendszer középtáján helyezkedett el. De a messzeség fogalma itt új értelmet nyert. A Föld innen elképzelhetetlen távolban, egy másik naprendszerben volt, és az út oda a leggyorsabb hajókon is csaknem egy teljes évet vett igénybe. Hónapok teltek el úgy, hogy nem jött semmilyen hajó, semmilyen hír. A rádió jelentette az egyetlen összekötő szálat, bár a Földről az űrbéli telepekre szánt műsorok egy része elveszett a kozmikus zajban, a mágneses viharok néha félelmetesen pattogó recsegésében. 2-3 havonta befutott egy hajó, ilyenkor felpesdült az űrállomás, eszükbe jutott végre, hogy nem élnek időtlen időbe zárva, akár a milliárd éves bogarak, amelyek hihetetlenül régen kerültek földi borostyán börtönükbe. Megint eszükbe juttatták, hogy odahaza 2467-et írnak. Nekik mindegy volt, a dátum valójában semmit sem jelentett, csak egy viszonyítási szám volt cselekvésükhöz, ezáltal kapcsolódtak a Földhöz is, de nem tulajdonítottak neki nagyobb jelentőséget. Életük már nagy mértékben elszakadt az egykori anyabolygótól. Az állomás alkatrészeit, építőegységeit ugyan a Földön gyártották annak idején, és hajókkal hozták ide, de ez nem a Föld volt. Gondolataik ritkában fordultak az ősi bolygó felé, nem hasonlítottak semmit a földi viszonyokhoz, élték a maguk itteni életét. Talán csak az álmok. A helyi időnek abban a szakaszában, amit egy régi és már megrögzött szokás szerint éjszakának neveztek, 8 óra a láthatatlan idő láthatatlan múlásának közepette, 24 óránként ismételve, ezek az emberek mindig álmodtak, és a legtöbbször a Föld bukkant fel álmaikban. Ettől nem szabadulhattak, még azok sem, akik nem ott születtek, nem ott nőttek fel. A Marsról ide kerültek, vagy az űrállomáson születtek, mind jártak már a Földön, töltöttek ott legalább néhány hónapot. A színek végtelen gazdagsága, a formák gyönyörűséges váltakozása, a földi élet végtelen sokfélesége beívódott emlékezetükbe, része lett tudatuknak, része lett a vágyakozásaiknak is. Aztán elkerültek onnan. Ki maga akarta, kit a sors, az élet, a munka vitt el a szép bolygóról, de többé már nem szabadulhattak az emlékétől. Néha még nappal is megesett, hogy behunyták a szemüket, és a Föld valamelyik táját látták maguk előtt. A tibeti magas hegyeket, az indiai folyóvölgyeket, a közép-európai zöldvízű tavakat, az afrikai vad szakadékokat, a dél-amerikai őserdőket. Néha végtelen hómezőket, óceánba szakadó jéghegyeket, csendes kikötőöblöket. A Föld az a Föld volt. Mással össze nem téveszthető, nem helyettesíthető, még álmaikban sem. Az űrállomás lassan forgott képzeletbeli tengelye körül, mesterséges gravitációt teremtve. Ennek értéke is hasonlított a földihez. Az ajtók, a bútorok, a gépek is éppen olyanok voltak, mint a Földön. Távozásuk hát nem volt végleges, és nem is lehetett az. Minden visszahúzta őket. Egy ideiglenes naprendszer közelében volt ez az űrállomás, már csaknem 100 éve állt ugyanott az űrben. Persze valójában a központi csillag a rendszer napja körül rótta útját, együtt az ottani bolygókkal, amelyeken nyersanyag kitermelés folyt. Javarészt gépek dolgoztak mindenütt, emberek alig éltek az olyannyira más körülmények között. Aki valami okból messze akart kerülni a Földtől, akit igazán vonzott az érintetlen űr, az eljött ide. A Trendál naprendszerben ritkán jártak emberek, olykor elhúzott egy a külső övezet felé tartó űrhajó, aztán hónapokig csak a csönd vette őket körül, ismét így telt az idő, amelyet alig számoltak, csak a sejtjeikben zajló folyamatok mérték könyörtelenül, anélkül, hogy embertulajdonosaik erre figyeltek volna.
A kis szobában inkább sötétség, mint félhomály fogadta a belépőt. A pszichológus megtorpant a küszöbön, majd lassan csukta be maga mögött az ajtót. – Jöjjön csak! – mondta valaki távolabb, és a férfi megismerte az asszony hangját. Több mint egy éve hallotta először, és itt az űrhajón pedig minden nap találkoztak. Már látta is világos barna fejét. Csak annyi fény világította meg a szobát, ami a készülékből szivárgott. A képernyők sohasem egészen sötétek, még ha éppen nincs is kép rajtuk. Ragyogásuk olykor sejtelmesen szűrt fényt vetít a szobákba. Volt ott még más is, nem csak az asszony. A pszichológus sejtette, ott van Letta Dorg férje, Kollerosz is. És még valaki. Mire a szeme megszokta a sötétséget, a harmadik várakozó is beszélni kezdett. Üdvözlöm! Kisztel vagyok, az energetikus. Igen, mondta a pszichológus, és leült. Kisztel? Persze, az a soványvörös hajú, öröki izgőmozgó, ideges férfi. Alig, hanem a 8. szinten lakik, legalábbis arrafelé szokta látni. A pszichológus nem csak a tornatermekben, hanem a folyosókon és a lépcsőkön is szeretett futni reggelente, vagyis akkor, amikor a fedélzeti idő szerint állítólag kezdődik a nap. Itt az űrben ennek nincs külső jele, mindez csak a legénység megegyezésén alapul. Brannon doktor, azért hívtuk ide, mert most van az utolsó lehetőségünk, hogy kiszűrjük a telepes életre alkalmatlanokat, mondta Letta. Rövidesen az űrállomásra érkezünk, és itt még kitehetjük a hajóról azokat, akik valami okból esetleg nem válnak be a trendálon. Kitehetjük, mormolta Berat, a férje megrohóan. Nem tetszett neki ez a szó, javította hát. Egyszerűen arról lenne szó, hogy az alkalmatlanokat finoman rávesszük, mondjanak le a további útról. Brannon doktor leült az üres székre. Várakozott még. Valahogy eddig is eléggé kívülről figyelte ezt a fura expedíciót, amint ő nevezte, és úgy vélte, eleget tud már ahhoz, hogy megjósolja az első összeütközéseket, mert abban nem kételkedett, hogy ilyenek lesznek. Mind az 54 részvevőről szó van? Tette föl a költői kérdést. Tudta, Letta azonnal tiltakozni fog, és nem is tévedett. Ugyan, doktor? Négyünket leszámítva maradnak 50-en. A gyerekek 80 vannak, de mi, természetesen, csak a felnőttekkel foglalkozunk. Így marad 42. Ezek között is akad sok olyan, akikben nem kételkedünk. De például Paul a farmer. Beratra nézett. A férfi értette a pillantást. Megérintett egy szenzoros gombot, és az egyik képernyőn feltűnt egy sovány fiatalember szakállas arca. Letta folytatta. Ön is tudja, doktor, mennyi energiát és fáradtságot fektettem ebbe az utazásba. És azt is tudja, milyen fontos az, ami majd ezután történik, ami ott a Trendál bolygón veszi majd kezdetét. Hát nem szeretnék elrontani semmit. Minden lehetőséget számba kell vennünk. Ne ott derüljön ki, hogy valaki alkalmatlan a letelepedésre, a meglehetősen primitív életre. Amennyiben ez lehetséges, ilyen körülmények között, biztosra kell mennünk. Ezt már a Földön is figyelembe vettük, kapcsolódott be Kisztel. De természetesen akkor, hogy is mondjam csak, nem éltünk együtt az emberekkel, mi meghirdettük az expedíciót, ők pedig jelentkeztek, és elmondták eddigi életútjukat, vágyaikat, terveiket. Most viszont hadd idézzek egy régi földi közmondást. Lakva ismerni meg az embert. Ami azt jelenti, hogy együtt élve valakivel ismerjük meg jó és rossz tulajdonságait. Brannon türelmetlenül legyintett. Értjük egymást, nem kell túltárgyalni az ügyet. Halljuk, kik a gyanúsak önök szerint. Kisztel nyílt egyet, hallgatott, és egy ideig nem is szólt. Berat nem nézett jegyzeteibe, úgy mondta. Ez a Paul valójában nem is volt farmer, csak úgy mondta. Életében egyszer volt egy afrikai farmon 2 hónapos gyakorlaton, és amit ott megtanult, édes kevésnek bizonyulhat a trendálon. Viszont a jelentkezésénél azt közölte, ha akarják, bejátszhatják a videófelvételt is, hogy nagy tapasztalata van ezen a téren. Az első és nagyon rossz pontja tehát a hazugság. Itt egy véletlen folytán derült ki az igazság, elszólta magát egy beszélgetés során. Útközben sem volt minden rendben. Paul itt a hajón is több csalódást okozott, felelőtlen megjegyzéseket tett, és több veszekedés is kitört miatta. Én mindenképpen kockázatosnak érzem őt. Kockázati tényező lenne, mormolta Letta is. Brannon egy másodpercig azon töprengett,
A Letta név vajon a Nikoletta rövidítése, de a beálló csöndből megértette, most az ő véleményére várnak. Nézte a képernyőn ragyogó arcot. Paul. Hamar döntött. Neki is jobb, ha az űrállomáson marad, mondta határozottan. Nem csak nekünk lenne vele bajunk, hanem ő is rosszul járna. Ismerem ezt a fiatalembert, egyszer tanúja voltam annak is, hogyan veszített összefogadásból két másik utitársat az étkezdében. Ha engem kérdeznek, hát azt mondom, ne vigyük tovább. Egyetértünk, mondta Letta megkönnyebbülten. Berat ismét a szenzor fölé emelte ujját, s a képernyőn egy másik arc tűnt fel. Lumir, mondta Brannon azonnal, és magában megdicsérte azt az asszonyt. Letta Kollerosz mégsem olyan rossz ember ismerő, mint hitte. Dr. Brannon ismerte az orvosi titoktartásra vonatkozó szabályokat, ezért ő maga sohasem kezdeményezte volna Lou elhagyását. A vékony, fekete bőrű, kisé düllett szemű lány nagyon kedves tudott lenni, és figyelembe vették, hogy mint agronómusra elsőrendűen szükség lett volna a Trendalon, ám Lou egy ideje komoly idegen panaszokkal küzdött, és kezelése is járt Brannonhoz. A doktornak ugyanis volt pszichiáteri végzettsége is. Az orvosi titoktartás hallgatást parancsolt Brannonnak, így hát Lumir ügyét soha senkinek nem említette, de tudta, hogy a lány alig ha lenne alkalmas nagy feszültségek elviselésére. Most hát eldőlt ez is. Gyenge, mondta Berett röviden. Letta hallgatott, az orvos arcát kémlelte. Brannon még habozott, mennyiben hágja át a szabályokat, ha ítéletet mond most, itt rögtön. De mégis. Így látta becsületesebbnek a dolgot. Hiszen nagyon sok függ majd attól, kik, miféle emberek lesznek az első telepesek között. És a fekete nő számára is rengeteg veszély tartogathat az élet egy idegen bolygón, ha az idegrendszere nem birkózik majd meg az összes feladattal. Azt ajánlom, hagyják az űrállomáson, mondta végül halkan, és nyelt egyet. Árulást követett volna el? Brannon még soha nem volt biztos ebben. Letta viszont bólintott. Kisztel, aki a telepesek leendő tanácsával szinte már is beválasztottak, megállt a szó nélkül. Úgy látszik, ő sem kedvelte a fekete agronómusnőt. A következő 20 percben még 3 másik személy felől döntöttek, aztán Letta felállt. Köszönöm, uraim! Azt hiszem, így biztosabban fogjuk magunkat érezni a Trendalon. 54 helyett 49-en leszünk, de azt hiszem, hogy ezzel nem vesztünk, hanem inkább nyerünk. Később már a folyosón, nem is nézve Beratra, odaszólt neki. Nem gondolod, hogy jobb lesz, ha én mondom meg nekik? Egyenként és 4 szem közt. De igen, viszont az a legkevesebb, hogy ki kell fizetnünk a visszaútjuk költségeit. Jegyezte meg józanul Berat. A férfi napbarnított volt, és összes halántéka igen érdekessé tette arcát. Letta szerette figyelni férjét. Késői szerelem volt ez, maga is 60-on túl ismerte meg Beratot. A férfi karjába kapaszkodott. Jó, hogy mindig olyan józan vagy. Persze, hogy kifizetjük a költségeiket, sőt, valami kárpótlást is kell nekik adnunk, hiszen rengeteg időt elvesztettek. És sok illúziót, mormolta még a férfi, de azért senkinek sem fizetnek kárpótlást ezen a világon. Letta szívesen beszélgetett volna erről tovább, de akkor megszólalt a hangszóró. Fékezés következik. Kérem, mindenki keressen ülőhelyet és szíjazza be magát. 1 perc múlva 3-as erősségű lineáris fékezés következik. Ismétlem. Gyere! A kisebb társalgó mellett mentek éppen. Letta behúzta férjét. Kevesen voltak ott, gyorsan helyet foglaltak. Mire megszólalt a hangjelzés, már magukra kapcsolták a szíjakat. Sejtették, hogy ez csak formaság, és igazuk volt. A fékezés nem jelentett veszélyt. Berat arra gondolt, már meglehetősen közel lehetnek az űrállomáshoz, ahol majd megállnak, bedokkolnak, és legalább 10 órát állnak is. A fékezés erre utalt. Letta érezte, testén megfeszülnek a szíjak. A hatalmas hajó orrán lángra gyúlt 10 egynéhány fékező rakéta. A nő behunyta a szemét. Mégsem az űrt és a benne kigyulladó ember készítette tüzet látta maga előtt, hanem a földet. Az utóbbi évek eseményeit. Azt hitte, könnyebb lesz és hamarabb fog menni. Nem várta, hogy csak nem 4 évet fog elvesztegetni ezzel a dologgal. Akkoriban maga sem vette észre, milyen gyorsan repül az idő. Persze ebben Berat is bűnös, hiszen éppen az együttlét és ez a későn jött szerelem és házasság is eltérítette a figyelmét sokszor.
de később éppen Berat ismerettsége és segítsége mentette meg bizonyos helyzetekben. Ha ő nincs, még mindig ott ülünk a földön, mondogatta magában, persze már jóval az indulás után. Míg el nem kezdte, soha nem hitte volna, mennyire bonyolult dolog ilyesmit szervezni. Nem felejtette el az illetékesek arckifejezését, amikor első ízben fejtette ki a tervét. Telepeseket vinni egy idegen bolygóra? Ön? Csak úgy magánemberként szervezné meg egy bolygó belakását? Ez a szó, belakás, nagyon nem tetszett Lettának, de mivel annyiszor emlegették, végül maga is használni kezdte. Rákényszerült, mint annyi másra. Mindenkihez elment, mindenhová elutazott. Mindamellett több vasat is tartott a tűzben, tévés barátai éppen műsort készítették kezdeményezéséről. A világparlamentben két képviselő is interpellálni készült amiatt, hogy a kormányzat nem válaszolt Lettador támogatás kérő leveleire. Kicsoda ön végső soron? Kérdezte a külső fejlesztési bizottság elnöke, mikor végre bejutott hozzá. Egy olyan ember, aki már tizenvalahány évig élt azon a bolygón, felelte Letta. És tudom, milyenek ott a körülmények. A férjem volt a bolygó egyik első, és akkoriban évekig egyetlen lakója. Aztán kerültem oda én, és alapítottunk családot. Mi Trendeliak voltunk, kedves uram, és ott születtek a fiaim is. Az elnök akkor kényszeredetten elismerte, hogy bizony hallott már a Dorg családról, éppenséggel Lettáról is, főleg meg Trindorgról, akinek űrrendőrségi kapcsolatairól és a banditák ellen vívott harcairól nem egyszer láthatott már műsorokat a globális tévében. Letta nem sok időt hagyott neki, mert tudta, itt dől majd el minden. Ha a bizottságot maga mellé állíthatja, nyert ügye lesz. De az elnök sem tudhatott a régi trendáli eseményekről. Letta beszélt hát neki arról, hogy első férje telepítette az oxigéntermelő növényzetet a Trendál mind a négy kontinensére, és hogy a hírek szerint azóta ott kialakult a rendes légkör. Az elnök kénytelen volt beismerni, hogy bár erről már ők is értesültek, sajnos kellő anyagi források hiány a Trendál bolygórendszer eléggé kívül esett eddig a bizottság tervein, a nagy távolság és az egyéb tényezők miatt szinte semmilyen beruházásra nem készültek azon az űrvidéken. Letta bizonygatta, ő szívesen szervez önkéntes jelentkezőket, visznek gépeket, és mindent, ami az élethez szükséges, nem kér mást, csak a bizottság egyezzen bele és engedélyezze, hogy ő és társai azon a bolygón megalkossák az első emberi települést. Vitájuk hosszú volt és heves. Az elnök nem hitte, hogy egy asszony szinte egyedül képes lenne ekkora vállalkozás megszervezésére. Mikor Letta elejtett pár szót arról, hogy ebben segít neki mostani férje, Berat Kollerosz is, az elnök elbizonytalanodott. A volt admirális? Igen, ő, felelte Letta és tovább beszélt. Letta, hogy Berat nevének említése sokat nyomott alatban. A férjét nagy bolygó közé szervezőnek ismerték, és ez rögtön más fénybe állította Letta vállalkozását is. Amikor néhány órával később az asszony elhagyta a bizottság székházát, már nála volt a szervezési, utaztatási és szállítási engedély. Végre kihirdethette a világnak, mit tervez, és toborozhatott önkéntes jelentkezőket is. Annak előtte sohasem hitte volna, hogy ekkora tömeggel kerül szembe. Mikor végre beindult a dolog, ez tavaly ősszel történt, Berat a szállítást szervezte, Letta nyakába szakadt a személyi kérdést. Úgy egyeztek meg a fejlesztési bizottsággal, hogy körülbelül 50 embert vihetnek magukkal a Trendálra. Letta nem volt benne biztos, akad-e majd ennyi jelentkező. Hiszen a földön élni, azt a biztonságot, a szépséget, az egészséget és a semmitől sem háborgatott nyugalmat jelentette. De amikor a tévéműsorokban elhangzott a hír, hogy egy távoli bolygóra keresnek telepeseket, elszabadult a pokol. Az első három napban 4016-an, a következő 10 nap alatt 6000-nél többen jelentkeztek, de utána sem szűnt meg a telefonos, videótelefonos vállalkozók ostroma. Letta végül kénytelen volt fellépni az egyik globális tévéműsorban, és arra kérte a jelentkezőket, gondolják meg ezerszer is. Nekik csak 50 egészséges, a Trendálon használható szakmával rendelkező, 40 évesnél nem idősebb emberre van szükségük. A jelentkezések száma ekkor eléggé visszaesett, de a lendő telepesek listájának összeállítása így is rengeteg időbe került. Első megközelítéssel kiselejtezték a jelentkezők több mint 90%-át,
de éppen elég gondjuk volt a maradék 1000 fővel. Letta ragaszkodott ahhoz, hogy ezek mindegyikével személyesen beszéljen. A beszélgetések hónapokig tartottak. A szóba jöhető jelöltek száma végül 200-ra, majd 80-ra csökkent. És az utolsó nagy selejtezést már közösen csinálták. A 80 ember megismerkedett egymással, utána titkos szavazással döntötték el, kiket szeretnének leginkább itt hagyni. Kik nem rokon szembesek nekik, kikkel nem tudnának érzésük szerint együtt élni egy idegen bolygón, idegen, nehéz körülmények között. És végül kialakult az 54 fős lista, amelyen mindaddig csak Letta és Berat helye volt biztos. Most pedig, Lem, már így is kiderült, hogy néhány esetben tévedtek. No, de most már hamarosan célba érnek. Várja őket a Trendál bolygó. Színes levegőt kerget a szél. A homok sivatagok könnyű porát felkapja a légmozgás, messzire viszi, valósággal repíti. Nem ismert akadály, a sárga homok zölddel keveredik, aztán szürkére porlat hegyoldalak földjét is felkapja egy másik roham. A levegő színekkel telik meg. A felhők lassan úsznak el a táj fölött, majd hogy nem örökké járják útjukat, közben alakot váltanak, mélyebbre süllyednek és felemelkednek, hegycsúcsokba ütköznek. A nap felszívja, megsemmisíti a vékonyabbakat, növeli a vastagokat, majd esőt fakaszt belőlük. Néha vakítóan fehérek, máshol szürkék és feketék. A tenger ugyanúgy ostromolja a partokat, ahogyan a földi tengerek a földi partokat. Évmilliók alatt omlanak le a gyengébb falak, porladnak szét, fogynak el a sziklák. Madarak és halak birodalma ez, más nem mozdul errefelé. Az egykor mind a négy kontinensen elültetett flexia zöld mezőkkel borítja már a tájat sokfelé. Csak a nagyon magas hegyvidékek, a sivatagok és a tengerparti sziklás sávok a kivételek. A rendkívül alkalmazkodó növény több mint 40 éve tenyészik a Trendálon, ez alatt jelentősen megváltoztatta a légkört, a vegetációt. A flexia oxigént és nitrogént termel, pontosan az emberi légzéshez szükséges arányban és nagy mennyiségben. A nap olykor lilás fényben ragyog, ha pedig a déli félgömb fölött vörösre fordul a hold, mágneses viharok dühöngenek a bolygó közelében, odakünn az űrben. De itt éppen úgy másznak a hüllők páncélhátuk alatt, ugyanúgy apad és árad a tenger, öblökben kagylós puha testűek ringanak. Régi, nagy fákat tép a szél, de a legtöbb még állja az ostromot. És odafönn színes szelek száguldanak. Egy dologról nem tud csupán, asszonyom, mondta a bázis parancsnoka, egy Novikov nevű szigorú férfi. Letta nem látta nevetni az alatt a 3x24 óra alatt, mióta az űrállomáson tartózkodtak. Hajójukat a dokba vontatták, s már kirakták belőle azokat az árukat, amelyeket éppen ennek az állomásnak hoztak. Most néhány itteni szállítmányt raknak be, és ha készen vannak, indulhatnak tovább. Miről van szó? Kérdezte Letta. Ketten voltak a parancsnok kabinjában. Berat a berakodása ügyelt, a többiek az űrállomás nagy vetítőjében földi filmeket néztek. Az elmúlt órákban Letta kiegészítette az orvosi felszerelést is, amelyben a másik doktor, a fiatal sebész Lindrei segített neki. Mások ellenőrizték, kiegészítették a szállítmányt, például meleg ruhákkal. Tudták, hogy a Trendalon is vannak évszakok, és bár az első telepet az egyenlítő mellett akarták létrehozni, féltek a hidegtől. Alaptalanul. Az ön távozása után, ezt én csak hírből ismerem, egy ideig senki sem lakott a bolygón. Miután ön a férjét eltemette, és elutazott innen, a meteóállomást átalakították önálló és teljesen automatizált adatközlőre, így a közelben lehaladó hajókat azt tájékoztatta az űrmeteorológiáról. Mivel a légkör még mindig nem volt ember számára belélegezhető, vagy 30 évig senki sem lakott a Trendálon. Utána pedig a földi illetékesek úgy döntöttek, hogy bányászati kitermelést engedélyeznek a bolygón. Bányászat? Letta rosszat sejtett. Igen. Egy igen hosszú nevű vállalatot bíztak meg vele, amelyet mi itt röviden csak a cégnek nevezünk. Nem is tudom pontosan, milyen ásványok után kutatnak a Trendál naprendszer mindhárom bolygóján. Tény, hogy engedélyük van rá az illetékes földi hatóságoktól.
A Trendállón 4 vagy 5 éve dolgozik egy csoportjuk, nagyméretű felszíni kitermelőgépekkel. Hány emberük van ott? Kérdezte Letta. Talán 10 vagy annyi sem. Ne csodálkozzon, nem tudok pontosabb adatokat, mondta gyorsan Novikov, és a homlokát ráncolta. A cég hol az egyik, hol a másik bolygóra csoportosítja át az embereit, és erről ritkán értesíti minket. Az biztos, hogy a biztonsági rendszabályoknak mindig eleget tesznek, és nincs okunk bármitől tartani. Melyik kontinensen dolgoznak most? Remélem, nem a kettesen. Mi ugyanis ott szeretnénk felépíteni az első telepet. A Trendállón a földrészek csak számot viselnek. Tette hozzá Letta csendesen. Kedves asszonyom, a bolygó igazán nagy, majdnem akkora, mint a föld. Novikov igyekezett szívélyes lenni, ami nem nagyon sikerült neki. 7, 8, 15 vagy 20 ember, plusz önök 40-valahányan igazán nem fogják zavarni egymást. Rendben van. Mi a helyzet a házzal? Milyen házzal? Ja, értem. A Meteo állomás régi épületére gondol. Részben létezik még, de a lakóépületet elbontották akkor, amikor automatikussá alakították át az állomást. Értem. Letta némi sajnálatot érzett. Szóval nincs már meg az a fészek, ahol Obán Dorgan élt, és ahol a fiai születtek. De hamar túltette magát a nosztalgikus gondolatokon. Végtére is azért jöttek ide, hogy új várost alapítsanak, hát csak nem fog sírni egy régességi ház után. Nyelt egyet, és igyekezett kitörölni emlékezetéből az épületet, ahol élete egy jelentős részét töltötte. Ha nincs, hát nincs. Persze, azért elmegy majd oda, és megnézi a kettős dombot a hegynyereggel, és a közeli tengeröblöt. Végszükség esetén számíthat a segítségünkre, mondta Novikov. Persze, ne felejts el, hogy a mi leggyorsabb űrhajóink is 3 hétig száguldanak, míg a Trendállóra érnek. Van egy mentőhajónk, minden eshetőségre. Azon felül mi is véletlenszerűen erre járó hajókra vagyunk utalva. A külső övezetet felkereső teherhajók közül általában két havonta egyszer szágul delit egy-egy, és nem mindig állnak meg. Üzeneteket, postát hoznak, visznek, ezeket is a legtöbbször csak szondákkal lövik ki az űrállomás felé, mert hogy sokba kerül a fékezés, leállás és ismételt gyorsítás. Rendben van, felelte az asszony töprengve. Ha valami baj lesz, természetesen értesítjük önöket. Vannak orvosaink, jelentős nagyságú gyógyszerkészletünk, medicinrobotjaink, élelmiszerkészletünk, és... Nem is tudta pontosan, mivel folytassa. De Novikov arcára pillantva látta, a parancsnok erről nyilván meg van győződve, hát nem érdemes folytatni. Elbúcsúzott hát tőle. Három héttel később az űrhajó körpályára állt a Trendál bolygó körül. A telepesek kíváncsian gyűltek a képernyők elé. Már elfelejtették az izgalmat, amit az űrállomáson okozott a bejelentés, nem mindnyájan jöhetnek tovább. 5-en ott maradtak hát, várva a hajót, amely majd visszafelé jövet felveszi, és hazaszállítja őket a földre. Feszült volt a hangulat, még ki nem derült, kik azok, akik nem alkalmasak a letelepedésre. Most már nyugodtak voltak ismét, az izgalmat a Trendál, az új életet jelentette. Látták a méltóság teljesen forgó égitestet, a kiterjedt kontinenseket. Nyugaton a legnagyobbat, amely majdnem az északi sarktól a déliig húzódott, és csak a keleti oldalán középen volt egy nagy bemélyedés, egy hatalmas tengeröböl. Tőle keletre még a néhai Obán Dorg által adott számozás szerint következett a 3-as kontinens, amely teljesen az északi félgömbön terült el. A 2-est, ahol annak idején éltek, pontosan középen metszette az egyenlítő, ezt is nagy tengeröblök szabdalták. A 4-es földrésznek csak egy északi foka húzódott át az északi félgömbre, javarésze lenyúlt mélyen délre, voltak még szigetek is, 2 nagyobb délen, és több kisebb a magas északon, a 3-as kontinens fölött. Letta elemében volt, mindenkinek ő magyarázott. Berat sokszor elnézte asszonyát. 5. éve voltak házasok, a Marson ismerkedtek meg, és most is nagyon szerették egymást. Az első pillantással nem illettek össze. A férfi nyugodt volt, kevés beszédű és halk, lassan mozgott. Letta viszont, főleg mostanában, mióta a szervezéssel foglalkozott, mozgalmas életet élt. Nyüsgött, állandóan lázban égett. Valójában mindketten nyugodt, csöndes emberek voltak,
akik eddigi életükben már bebizonyították, hogy nem félnek a nehézségektől, sőt, az életveszélytől sem. És bár egyikük sem mondta, sejtették, ez lesz életük utolsó nagy vállalkozása. Valahol tudatuk mélyén sejtjeikben érezték, hogy már nyugodt életre vágynak. Beratnak egy felnőtt lánya volt, Lettának két fia, akik közül az egyik már unokákkal is megörvendeztette. A telepesek, vagy inkább a leendő trendeli telepesek most körülvették őket. Nézték jövendő lakhelyüket, és lelkükbe belopózott a bizonytalanság. Még jó, hogy van ott nekünk való levegő, mondta Dutor, a fiatal elektronikus. Ő rá várt a feladat, hogy megjavítson minden gépet a trendálón, amely elromlik, majd használat közben. A férfi a Holdon egy ottani városban született, és erre nagyon büszke volt, mert senki sem tudta, hogy miért. Hiszen voltak itt többen is, akik nem a földön látták meg a napvilágot. Mint például az építésznő Huberta. A 35 év körüli asszonyt, a földön volt egy férje, de elváltak, a hajón egyesek csak szőke szépségnek nevezték, és nem is mindig a háta mögött. Huberta élvezte ezt a kis népszerűséget. Most ő állt ott Dutor mellett, nézte a képernyőt. Nagy vihar van azon a földrészen, ott nyugaton. Az az egyes számú, ugye? Igen, felelte Berat. Már úgy ismerte az addig sohasem látott bolygót, hogyha behunyta a szemét, akkor is pontos adatokkal szolgálhatott. Az egykori bányászflották admirálisa is mindent feltett most egy lapra, a trendára. Ott fognak maguknak új világot építeni, és valamikor, remélhetőleg még sok-sok év múlva, ott is fognak meghalni. Lehet, hogy a földet sem látják meg többet. De ha minden jól megy itt, akkor nem is fog hiányozni az anyabolygó. Nekik biztosan nem. Kérdés persze, hogy ezek a fiatalok majd kiderül, bírják-e a másféle életet, le tudnak-e szokni mindarról a kényelemről, amit csak a földön élvezhettek. Itt van például Bakra. Nézett Berát a mellette álló 40 körüli asszonyra. Bakra afro-ázsiai keverék ősök utódja volt, nagy szemekkel, feszes, sötét bőrrel, arcán, karján. Nem volt senkie, viszont elsőrendű növénytermesztő hírében állott, a földi kutatóintézetek versengtek érte, mégis inkább a trendel mellett döntött. Vonzotta a nagy kaland. Egy egész bolygó növényzetét tanulmányozhatja, alakíthatja majd kedvére? A szél kavarja a homokot, jegyezte meg Telma. 13 éves volt, és tejfehér a bőre, világos a haja. A szüleivel együtt jött, de szinte mindig a saját útját járta, már az űrhajóban is. Minden érdekelte. Ezek azok a színes telek? Kérdezte Huberta Lettától. Az asszony már annyit besélt útközben. Most is többen tőle várták a magyarázatot. Tulajdonképpen Letta volt az egyetlen, aki ismerte a bolygót. Igen. A szél mindenféle színű homokot visz. Nézzétek csak! Kiáltott Elma, aki következetesen tegezte az összes felnőttet. A hármas fölött éppen most alakul ki egy nagy ciklon. Tényleg, jó lesz vigyázni. Dutor Hubertára nézett. Olyan házakat építs nekünk, hogy bírják azt is. Hiszen ha egyedül tőlem függne, mosolygott Huberta. Akkor bukkan fel mellette az építés technikus Takeo. A kelet-ázsiai férfi már elhagyta a 40-et, és talán nem az ő hibája, hogy eddig semmire sem vitte. Letta még a földön látta néhány munkáját, és bár sok építésztechnikus és gépkezelő jelentkezett, Takeo találta köztük a legrokon szembesebbnek. Így hát a fekete hajú, sárga bőrű férfi jött velük. Sokat mosolygott. Most is nevetve mondta. Jó anyagokból, jó gépekkel szép házakat lehet építeni. A jó tervek sem ártanak, nevetett Lirrei, a sebész. Tetszett neki Huberta, bár vagy 7 évvel volt nála idősebb. De ez manapság nem sokat számít, főleg nem ebben a korban. Egyelőre hozott anyagból építkezünk, mondta Huberta. Minden lendő házunk itt van, a hajó raktárában darabokra szedve. Eljön az idő, amikor helyi anyagokat felhasználva tervezhetünk majd igazi trendáli házakat, vélte valaki. Takeo kapva kapott a szón, vidáman tette hozzá. Kialakítjuk a különleges, trendáli stílust az építészetben. És nem csak az építészetben. Mondta Letta csendesen. Olyan csendesen, hogy csak a férje hallotta. Berat kinyújtotta a kezét, és megszorította Letta karját. Csak a gyerekeknek legyen jó helyük. Sohajtotta Letta mellett a kistermetű Nina. Férjével, Borisszal együtt Kijevből kerültek a hajóra. Borisz erdőmérnök, felesége állatorvos volt, és Letta úgy látta jónak,
Egy ilyen párosra okvetlenül szükségük lehet majd. Három gyereküket is magukkal hozták. Megszólalt a hangszóró. A hajó kapitánya közölte, hogy kiszámították a leszállási adatokat, hamarosan megkezdik a fékezést. Letta és a többiek csendben szétoszlottak, az arcokra komolyság ült. Nincs hát visszaút, mindjárt odalent lesznek. Letta és Berat a vezérlőbe mentek. 20 perc múlva meglátod a ház helyét, mondta Berat a feleségének. Letta némán bólintott. A telep, a sivatag és az erdő határvonalán helyezkedett el. Légmentesen is bezárható, jókora konténerlakások álltak a szélső fák árnyékában. Nem messze tőlük, a sivatag sárges-fehér és itt-ott szürke homokján volt a leszállóhely. Olykor áttetsző gömbök landoltak itt, lassú léptű, nehéz ruhás férfiak jöttek ki belőlük, bementek valamelyik konténerbe. Esténként sárga fény vetült ki az ablakokon, odabent kékesen villózott egy-egy képernyő. Tévéműsor nem volt, az emberek csak kristályokra rögzített filmeket nézhettek, néztek. Előfordult, hogy éjszakánként a viharos szél félig eltemette az épületeket. Ilyenkor reggelente káromkodva ásták ki magukat, dolgoztak a kis robot ásógépek is, amiket éppen emiatt hoztak magukkal. Nagyobb szélviharok után az egész napjukat erre vesztegették el, ilyenkor felfortak az indulatok. Többször eltervezték már, hogy a házakat beviszik az erdőbe, ahol valamivel védettebbek lennének a szelektől, ám akkor a leszállóhely lenne messzire, oda-vissza sokat gyalogolhatnának, így aztán maradt minden a régiben. Egyikük meg volt róla győződve, hogy rosszul választották ki a főtelep helyét, inkább a tengerpartra kellett volna költözniük, ott nincsenek ilyen nagy homokviharok. Most lemenőben volt a nap. A furcsa, kékes-fekete fák hallgattak, ágaik alig mozdultak. Kivételesen nem fújt a szél. Békés lett hát rögtön az emberek hangulata is. A nagy rádió antenna tövében lévő házból ketten kijöttek, és lassan sétáltak az erdő felé. Egyikük sem volt fegyvertelen. Az erdőben, tudták már jól, csíkos bundás farkasok is tanyáznak. Biztosan nem földi értelemben vett farkasok voltak, de ők jobb híján így nevezték ezeket a kutyanagyságú ragadozókat. Figyelj jól, Peróni! Kezdte az idősebbik. Arca ráncos, szélszabdalta, napégette, csak a szeme volt fiatalos. Épp úgy lehetett 50, mint 80 éves, ám bátor ilyen idős korban már aligha engedték volna, hogy egy javarészt felderítetlen bolygón bányászattal foglalkozzon. Ha azt hiszed, nem lesz baj, nagyot tévedsz. Mi baj lehet? Berzenkedett Peróni. Jóval fiatalabb volt társánál, akit Onexnek szólított. Rengeteg. Ingatta fejét Onex. Először is, eddig itt egyedül voltunk. Kezdem a békésebb ügyekkel. A rövid hatótávolságú rádióinkban azt beszéltünk egymás között, amit akartunk. Tudtuk, hogy csak mi halljuk, senki más. Az űrállomás igen messze van, odáig soha nem hallatszottak el ezek a kis kéziadók. De most lesznek itt mások. Nők és gyerekek is, hát vigyázni kell a szövegre. A másik dolog, nem fognak nekünk örülni, és mi sem nekik. Ez világos, bólintott Peróni. Mi van még? Összeütközések. A levegőben, hitetlenkedett a fiatalabb. Nem szó szerint. Onex a fejét csóvált a társa értetlensége láttán. Bizonyos célok össze fognak ütközni, és ebből ki tudja még mi lehet. Az biztos, hogy nem lesz már a helyzet olyan békés, mint eddig. Vagyis a telepesek elrontják a dolgunkat? Kérdezte Peróni óvatosan. Onex az erdőt nézte. A fák közé lassan lopózó homályt, és csak annyit mondott. Biztos vagyok benne, hogy vége lesz a békességnek a Trendálon, amint a telepesek ideérnek.